Tehát az alkáli fénylegés vízkölcső hatását fogjuk vizsgálni. Két fény, a nátriumot és a káliumot fogjuk megnézni, ezeket ilyen folyadék alatt petróleumban tároljuk, mivel ha visszaemlékeztek az előbbi jelenlősség sorra, a kálium és a nátrium nagyon a bal szélén volt, nagyon nagy jelenlősségű, nagyon erős fényelmez. Már itt előkészítette a kísérletek egy részét, kivette a nátriumot. A nátriumot az egy mutatom, ez egy ilyen kis kocka, kis témecske, egy picit megtisztítom, figyelemből nyugodjunk, azzal a késsel tisztítom, ezt a medvállalót, amit előtt jövök éve, nem mondtam, kölcsön kértem, közöbe, a biceps éve, az a szerepe, még az azért jó, mert ezzel a jó kis rántotust a szőrvágnál lehet. Viszont a nátriumot és a kármot nagyon szépen meg tudom megtisztítani. Ez azt jelenti, hogy ezek a fények elég puha fények. Akkor egy ilyen kis nátriumot vagy vízbe fogunk tenni. Mind a két, az egyik a nátriumot tette, a káliumot tette tesszük. Mind a két vizet először egy kis fenolftalein savváris irrigátorral megfestünk. Jó, ez a fenolftalénről tanultatok, ez egyik jelenlő az indikátor. Látjátok, hogy marad színtelen. Ez azt jelenti, hogy semleges vagy savas ennek a rendszernek a közel pH-ja. Jó, ilyen kis fa eszközzel, meg egy üveget fedem le, ezek nem a veszélyben kísérletezik tartozik. Ezt a nátriumot, ami nézve ilyen szabálytalan, ilyen téga rakom bele itt a kamerán is, szabálytalan látszerű, és belerakjuk a vízbe. Figyeld meg, hogy hol helyezkedik el, mit csinál, milyen lesz az alakja. Milyen lett az alakja, hölgye? Ilyen? Mindegy. Görög, minden maszki, görög alakú, jó? És hol helyezkedik el? Hát azért nem mindenütt. Hanem a víz, a víz felületén, ez csak nem süllyed be, a víz felületén helyezkedik el. És szépen itt mozog ennek a víznek a felületén. Valószínűleg itt most más nem is találunk, előfordulhat más hatás is, azt a mást is mindjárt megnézzük. Csak meg kell várni, hogy ez teljesen erre reagáljon. Szépen futkoz. Vajon miért futkoz ez a víz felett, ez a nátrium? Van benne egy motor, nem? Biztos nem, mert elejje kisebb, alig lehet már látni. Motor csak úgy eltűnt, nátriumból volt a motor is. Nagyon gyorsan. Igen, és akkor emiatt vajon mi keletkezik? Milyen tulajdonságok keletkezik? Milyen halmazállapot vagyok keletkezik? Hallottad is. Hangosan, gáz. Ez a felhívő gáz fogja rögtön. Na most, hölgyeim, uraim, készítettek nekem a hölgyek egy ilyen kis papírcsónakot, és ezt a papírcsónakot fogom én ráhelyezni a vízre. Ez a papírcsónaknak az a szerepe, megakadályozza a nátriumnak a mozgását, mert hogy rá kell kicsit segíteni, hogy gyorsan látszol rá, igen. Különben sosem lesz, hogy részt az évből. Add meg magad, sósak titanik! Hát azért nem akar elsőni. Hát szép vicces, mert még én miatt találok. Milyen színű lábadlám? Narancsárga. Na most ezt otthon is meg kell cselekedni. Földgáz, az a gázlábot otthon megnézed. Szép kékes. És ha konyhasonyban megsózod, hogy a sószemcsék átcsepegnek, rajta átesnek, narancsszínű lesz a láng. Ezt úgy hívjuk, hogy lángfestés. És a nátrium ilyen szép narancsszínűre festi meg a lábat. Oké? Na most, hogy nem a
hajó égett el, hanem csak a felgyűlő gáz a papírítva. Jó, egy kicsit megkörkölődött, de a felgyűlő gáz a hidrogén gáz tudott meg. Thank you.